Letipál benneteket. Ez a meló. A polgármester nem csak átadta hivatalosan, de ki is próbálta a szupermodern Pinnyédi kondiparkot. Dr. Dézsi Csaba András rövid sportolás után nyilatkozott a Győr Plusznak arról, hogy ha lehetne, minél több helyre telepítene hasonló sportparkot, mert a fejlesztés sokat tehet a győriek egészsége érdekében. Kb. Egy hónap ezelőtt adtunk át Adivárosban egy hasonló parkot, de meg kell, hogy sokkal komplexebb, és ez egy nagyobb park. Tehát Radnóti Ákos alpolgármester ezt meglátja, akkor azonnal ki fogja bővíteni azt is, ami az ő területén van. Én kipróbáltam ezeket az eszközöket, egy részét persze, és azt mondom, hogy nagyon praktikus, tehát tényleg itt lehet kondizni. Az ember eljön ide, és akkor itt el tud tölteni egy fél órát, egy órát, és érdemes minden nap eljön ide, mert hogy kiváló. De hát nyilván ez kint van, a pinnyédieknek esik az útjukba. Az egész sportpark területet alpolgármester úr, Szeles alpolgármester úr nagyon szépen kidolgozta. Van egy kis focipálya, van egy kis tengópálya, és itt van most ez a sportpark, tehát aki tényleg el akar jönni ide, és jól akarja érezni magát egészségesen sportolva, családilag is itt megtalálja tényleg azt a területet, ami éppen az ő kedvence. A körzet képviselője, Szeles Szabolcs alpolgármester büszkén mesélte stábunknak, hogy az elmúlt években mennyit fejlődött a városrész, és konkrétan a környék is. Füves focipálya, sütögetőhely, játszótér is készült a Jávor Pál utcában, amik népszerű találkozási helyekké váltak, most ezt egészítheti ki a minden igényt kielégítő kondipark. Egy 10 évvel ezelőtt ezen a parknak a helyén egy nagyon lerongyolt, nagyon lerobbant terület volt, egy töredezett aszfalt láptengópályával, meg néhány eszközzel, és 10 év alatt eljutottunk oda, hogy ezt talán mondhatom, hogy a város egyik legalkalmasabb, vagy legszebb, hál' Isten sok szép parkunk van, de az egyik leginkább alkalmas játszótere, és ilyen piknik ligete jött itt létre, ahol labdarúgópályát alakítottunk ki, kosárlabdapályát, láptengópályát, rengeteg eszközt a gyermekeknek, és most egyébként ehhez illeszkedő módon azt gondolom, hogy jól simul ebbe a környezetbe egy konditerem, egy utcai kondipark, amiben többet tudunk a városban, én pázli forrásból tudtunk megvalósítani többet, és ez lett az egyik helyszín. Pinnyéd amúgy is egyébként egy zöld környezetben lévő városrész, amelyben egyrészt egy nagyon régi városrész, másrészt rengeteg fiatal költözött ide, egy igazi zöldövezet, egy igazi ilyen külvárosi környezet, és azt hiszem, hogy ide nagyon passzol, és nagyon is várták már. A 176 négyzetméteres placot gumitéglával burkolták le, rajta pedig 15 különféle kültéri sporteszköz kapott helyet, amiknek nagyon egyszerű a szabályos használata. A sportpark 21 millió forintból egy országos program keretében központi forrásból valósult meg a rohamléptekben fejlődő Pinnyéden.